Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm velem szemben két vendégemet is, mégpedig dr. Berecki Ibolyát, a Szentendrei Néprajzi Múzeum főigazgató helyettesét, és Káldi Máriát, a Skansen Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ egyik igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy nagyon jelenes esemény alkalmából vagyunk most itt, mégpedig egy-egy rangos kitüntetést kaptak meg. Nemrégiben Áder János Magyarország köztársasági elnöke adományozta önöknek a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetését, amit Balogh Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől vehettek át. Milyen érzés volt ez a kitüntetés? Leginkább azért volt nagyon jó, mert ketten együtt kaptuk meg egy időben, és nagyon sok közös munkánkért, és ez sok évtized, Marika esetében tényleg sok évtized, de az én esetemben is közel két évtized közös munka után nagyon nagy elismerés. Milyen volt maga a ceremónia? Hogy élték ezt meg? Nagyon megható volt, különösen talán azt mondhatnám, hogy jó érzés volt olyan szakembereknek a körében átvenni ezt a díjat, akiket vagy hírből, vagy közvetlenül is ismertük, de tudjuk a munkájukat, hogy a munkájuk színvonalát, a munkájuk eredményét, és ez egy jó érzés volt ennek a gremiumnak, ennek az eseménynek részese lenni. Egy kicsit beszéljünk a múltról, hiszen itt már szó esett arról, hogy rengeteg közös munka van e mögött, a díj mögött. Meséljenek erről egy kicsit a nézőknek. Hát igen, talán a 40 év az, ami talán arra indít, hogy kezdjem én a mondani valómat, hiszen valóban 40 évvel ezelőtt, 1974-ben léptem át a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a küszöbét. Még talán azt mondhatnám, hogy gyerekcipőben sem járt. Annyira a kezdet kezdetén voltunk, ekkor nyílt meg a múzeum első állandó kiállítása, még az sem teljesen készen. A Felső-Tiszavidék tájegységben három telek volt, három parasztudvar, és hát a mai napig a múzeumnak a jelképe a Nemes Borzovai harangláb. Amikor körbenézünk most, hát el se tudjuk képzelni, hogy én mi az, amit láthattam akkor. A hegyekben körben nem voltak lakóházak, pici hétvégi, inkább kis műhelyi kamrák vagy műszerkamrák voltak a környéken, gyümölcsösök, hétvégi telkek, de nem ölelte körbe ennyi épület, mint amit most lehet látni. Ez tulajdonképpen akkor nevezhető a skanzen születésének is, hiszen ez már arról beszélhetünk szerintem nyugodtan. Igen, hát ez az időszak, ugye a múzeumot 1968-ban alapították a Néprajzi Múzeum, falu múzeum osztályaként jött létre Budapesten, és 74 volt az időszak, amire a telepítési tervek elkészültek, a koncepciókat a kollégák kidolgozták, az első épületeknek a felmérései elkészültek, az áttelepített épületek, az épületeknek az áttelepítése megindult, tehát valóban ez nagyon a kezdeti időpont volt. És hát én, aki akkor olyan feladatokat kaptam, mint amit ma már igazgatóságok végeznek a skanzenbe, először egy személyben, aztán csoportban, majd végül osztály, és később hát egyre bővülő kollégai csoportokkal együtt dolgoztunk. Akkor az volt a cél, hogy ezt a pici kis első tájegységet népszerűsítsük, hogy olyan programokat szervezzünk a lakóházakba, a gazdasági épületeket, élettel próbáljuk megtölteni. Valóban az élő múzeumnak a nagyon-nagyon kezdeti lépéseiről van szó, és az vezérelt bennünket, hogy minél több látogató jöjjön vissza.
és ismerje meg egyelőre ezt a kis múzeumot. Hát aztán, ahogy teltek az évek, úgy gyarapodtak ugye ezek a feladatok. Egyre több iskolás csoport érkezett a múzeumba, egyre többen voltak kíváncsiak a paraszti múltra. Igyekeztünk valóban az idézőjelbe tett holt tárgyakat megszólaltatni, életre kelteni, a házakban különböző tevékenységben mutatókat kezdtünk el szervezni. A templomban, amikor felépült, már hangversenyeket rendeztünk. Tehát mindig alkalmazkodtunk ahhoz az épülethez, találtuk meg az újabb és újabb programokat, ami felépült, és kerestük meg azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet elsősorban a gyerekek számára érthetővé tenni, de természetesen a felnőtt korosztálynak. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a látogatókkal, mi az, amit szeretnének látni, milyen emlékeik vannak erről az időszakról, ők maguk éltek-e ilyen házakban, éltek-e ilyen környezetben, vagy ismeretlen számukra, és e szerint alakultak ki, és gazdagodtak a programjaink. Az ön életébe hogyan kapcsolódott be a Szentendrei Néprajzi Múzeum? 1997. június 30-ától dolgozom itt főigazgató helyettesként, majdnem 18 év, már majdnem érettségiző kor. A főigazgató úr hívott, én előtte Szolnokon, a Szolnoki Damjanich János Múzeumban dolgoztam néprajzosként, és hát ez egy nagyon komoly kihívás volt fiatalon, 38 évesen. Egy ilyen feladat, és egy olyan múzeumban hívott, ami ugye a kezdeti időszak után, amiről Mária mesélt, egy új sebességi fokozatba kapcsolt. És ez a korszak volt, az a korszak, ami akkor indult el 95-96 táján, és úgy gyorsult fel. Még valóban én is a Balaton Felvidék Tájegységnek csak a helyét láttam, amikor 96 decemberében a havas tájon végig jártuk a múzeumot, de akkor már volt tanya, voltak állatok, születtek a bárányok, tehát úton volt annak a koncepciónak a megvalósítása, ami a nagy múzeumot jelentette. És ez persze lényegesen több volt és más volt, mint úgymond csak építkezni és csak tárgyakkal berendezni a helyreállított, újrafelépített épületeket, hanem annak a folytatása is, amely elindult Máriáéknak a közönségszolgálati tevékenysége révén. Aztán szép feladatok értek el. 98-ban a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Bíró Friderikával, Balázs Györggyel rendezhettem közösen egy nagy másfél évig nyitva tartó időszaki kiállítást. Majd nem sokkal később Marikával Észtországban a magyarországi gyermekéletről, gyermekvilágról ugyancsak kiállítást és gyerekprogramokat rendezhettünk, amiből kinőtt aztán nálunk is ez az időszaki kiállítás nagy népszerűségének örvendett, de akik ma jönnek a Skanzenben és az Uszkai Porta játékudvarába bejönnek, akkor ezzel találkoznak, amit akkor kitaláltunk. És mindig jöttek az újabb és újabb feladatok. 2007 igazándiból nincs még annyira messze, amikor a Múzeum Európai Uniós fejlesztései elindultak, és zöld utat kapott két nagy program. Az egyik a Skanzen örökség program, a másik pedig az összegszerűen kisebb 438 milliós program, a Múzeumok Mindenkinek program, amit bő egy évvel ezelőtt fejeztünk be, és ez a mi közös munkánknak azt gondolom, hogy egy kicsit a megkoronázása is, hiszen én voltam a projektmenedzser, Marika a szakmai vezetője a programnak, és egy hihetetlenül gazdag és színes, nagyon intenzív 5 év után sikeres befejezésig jutott el ez a program. Igen, ez nagyon megütötte most a fülemet, hiszen nem könnyű szerintem egy múzeumnak a mai világba felvenni a versenyt a különböző számítástechnikai eszközökkel, de az eredmények azt mutatják, hogy igenis sikerül. Mi a titka ennek? Figyelni kell a közönségünket, figyelnünk kell az igényeket, nem kiszolgálni, de szolgálni a legjobb értelemben a közönséget, azt a közönséget is, aki most éppen az elmúlt húsvéti hétvégén több mint 10 000 fővel
volt kíváncsi ránk. Ugyanakkor a projekt sajátosságai miatt a középpontban az iskolai oktatás és a nonformális oktatáshoz való kapcsolódása a múzeumoknak állt. Nekünk magunknak is folyamatosan tanulnunk kell azt a nyelvet, amivel eljutunk a mindenféle korosztályhoz, de legfőképpen az iskolás korosztályhoz is. És ehhez különböző módszereket, eszközöket, technológiát is fejlesztettünk, és hát a módszertani központnak ez is egy nagyon fontos sajátossága, hogy nem elegendő csak a múzeum 60 hektárján művelni mindezt, hanem kiléptünk vele az országba, az ország 750 muzeális intézményéből nagyon sokan eljutottak hozzánk a képzésekre, a tanfolyamokra, de még a határon túli magyar vonatkozású múzeumok munkatársait is sikerült megszólítani. Úgy gondoljuk, hogy ez egy szemléletváltást is generált a magyar muzeológiában. Én azt látom így beszélgetve önökkel, hogy ez nem munka, ez egy életforma, ez egy hivatás az önök részéről. Ugye jól sejtem ezt? Ez teljesen így van. Tehát ez a 40 éve egy olyan pillanatok alatt telt el, és csupa örömöt hozott számomra is, és mondhatom, hogy a kollégáim számára is. Talán nem degradálom le a kifejezést, ha azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó játék, mert egy komoly játéknak lehet tekinteni azt, amikor szórakoztatva tanítunk meg felnőtteket, gyerekeket egyaránt, tisztelni a múltat, tisztelni az elődöket, az elődök, amit létrehoztak, alkottak, tisztelni a magyarságunkat, identitásunkat, megkapaszkodni a gyökereinkbe, megmutatni a gyökereket, és szinte óriási, megszámlálhatatlan mindaz, amit akár témában, akár módszerben mi erre a palettára rá tudunk tenni, és annál nagyobb elismerés, mint ahogy én azt szoktam mondani, mikor egy kisgyermek keze belesimul a kezünkbe, azért, mert jól érzi magát, azért, mert a háláját szeretné kifejezni a maga módján, vagy a felnőtteknek a tekintete, amikor azt látom, hogy igen, most helyen vagyok, most jól érzem magamat, és ahogy kérdezte is, hogy hát egy ilyen nagy múzeumban hogyan lehet, vagy a múzeumban a mai technikák korában hogyan lehet olyan programokat kínálni, ami nem a televízió, ami nem a mobil applikációk, bár ezt is nagyon jól lehet egyébként használni, és jóra fordítani, nem csak arra, hogy a tabletet nézegessük. Tehát ehhez az kell, hogy ismerjük a látogatót, ahogy Ibolya említette, hogy tudjuk, hogy mi az, amit szeretne megismerni, és ezért tényleg valóban szolgálatként, de ez egy jó értelembe vett szolgálatként, mindig újabb és újabb ötleteket találjunk ki arra, hogy jön az új nemzedék, most már az a generáció jön, aki nem ezekben a házakban élt, akintől már nagyon-nagyon távol van ez a világ. Mi az, amit őt érdekelheti, mi az, amit a jelenből kiindulva meg tudunk mutatni, és az ő tanulságára tud hasznosítani azokból, amit ezek a tárgyak, ezek az épületek közvetítenek. Még egy dolog is változott az elmúlt, talán szűk évtizedben, a szabadtéri múzeumi bemutatási technológia. 30-40 esztendővel ezelőtt nagyon világos és elkülönített határai voltak egy termes múzeumi bemutatásnak és egy szabadtérisnek, egy skanzenesnek, ugye a szabad levegőn lenni és a régi házakban sétálni és régi tárgyak illatát szagolni. Ma a bemutatási mód sokkal közelebb került egymáshoz. Tehát egy szabadtéri múzeum kiállításaiban is jelen vannak azok az eszközök, amelyek a modern kiállítás technológiában használatosak, és mi magunk is törekszünk arra, hogy ezeket fejlesszük a saját speciális szabadtéris módszereinkkel ötvözve mutassuk be. És már az új tájegységeink és az időszaki kiállításaink, ezek pontosan ezeket a úgymond fegyvertényeket is jelentik,
jelzik, az év múzeuma elismerés például, az év kiállítás elismerés például a legutóbbi észak-magyarországi falu tájegységünkért. És ez is egy kihívás, hogy a 60 hektár nem lineáris, hogy egyel több tájegységet megépítünk, és akkor majd több látogató fog jönni. Ez nem így van, messze nem így van. Meg kell nyernünk az újabb és újabb generációkat, meg kell érezniük rá, meg kell találnunk őket, fel kell tudni ébreszteni a kíváncsiságukat, az érdeklődésüket, és ebben a modern technológia, a modern bemutatási módszerek nagyon nagy eszköztárunk lehetnek. Egy kicsit már érintettük is a jövőt. Mik a tervek a jövővel kapcsolatosan? Marika most állt fel a számítógép mellől, és oda fog visszamenni. Hát igen, reményeink szerint újabb projektek, újabb uniós projektek, azok, amikre számíthatunk, aminek a keretében tovább működhet a Múzeumoktatás és Módszertani Központ, és nem csak a skanzent látogató közönség, hanem azoknak a szakembereknek a hasznára, akik az ország múzeumban dolgoznak vezetőként, múzeumpedagógusként, különböző közönségszolgálati területeken, és azoknak a pedagógusoknak tudunk talán hasznos segítséget nyújtani, akik használják a múzeumot majd, mint legfontosabb iskolán kívül oktatási helyszínt, a gyerekeknek a kompetenciáinak a fejlesztésére, arra, hogy könnyebben és jobban tudjanak tanulni, hiszen a múzeumi eszközök nagyon-nagyon alkalmasak arra, hogy az iskolának a segítségére legyenek. És nagyon-nagyon fontos az, amit szeretnénk megemlíteni, hogy igen, ahhoz, hogy valami jól működjön, és ahhoz valami eredményes legyen, és amire ezt meg kell említenem ennek a díjnak a kapcsán, együtt kaptuk a díjat, nagyon jól tudtunk Ibolyával együtt dolgozni, és együtt kaptuk a múzeumi kollektívával, tehát azokkal a kollégákkal, akikkel együtt dolgozunk, mert önállóan magunk sem tudtunk volna ezt az eredményt elérni, hogyha nincsenek a velünk együtt gondolkozó kollégák, vezető kollégák, beosztottak, tehát mindezok, akiken múlik, hogy a skanzen egy nyitott, egy látogatóbarát, egy gyermekbarát, iskolabarát intézmény legyen. És még egy dolog, mert hogy az utitársak velünk vannak, a kollégák, ahogyan Mária mondta, a konkrét múzeumi munkáról és a jövőről is azt gondolom, hogy a köztudatban talán már úgy kezdett beépülni az, hogy hát igen, a skanzen Erdély felé fordul. Tehát kutatjuk Erdélyt, most remélhetőleg egy új szakaszba, egy új fázisba fog mindez érkezni. És persze közben folyamatosan az eddigi eredményeket is megmutatjuk. Nekem személy szerint most az elmúlt hónapokat ez az út és ez a munka jelentette, hiszen március 12-én nyílt meg nálunk a skanzenben a Kalóz Zoltánt bemutató Indulj el egy úton című kiállítás. És Kalósnak a választása és a választott útjai, azok azt gondolom, hogy bennünket is meg tudnak erősíteni abban, hogy miért is dolgozunk, és hogy merre menjünk tovább az utunkon, a választott utunkon. Én köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és szeretettel gratulálunk ehhez az elismeréshez, amit nemrégiben átvehettek, és további jó munkát, erőben, egészségben kívánjuk Önöknek. Köszönjük szépen! Köszönöm vendégeimnek, dr. Berecki Ibolyának, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettesének, valamint Káldi Máriának, a Skanzen Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ egyik igazgatójának, hogy elfogadták meghívásunkat. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!